Nap és föld, fák, színek, illatok, neszek. A természet minden porcikájában az élő Istent hordozza. Aki erdészként vagy vadászként jobban világában él, érthető okokból, a hittel is szorosabb kapcsolatban áll. Az ember sétál az erdőben, és a földbe gyökerezik a lába, ha meglát egy kápolnát. Ki határozta ezt el, hogy ezen a helyen egy kápolnát építsen? Itt a Farkas erdőben, ezen a helyen, ahol most állunk, a Hidegkúti részen, nem volt kápolna. Itt több mint 5000 hektár egybefüggő erdő van, de soha nem volt se kápolna, se templom a környékbe. Néhány évvel ezelőtt elhatározták erdészek, hogy állítani kellene egy emléket az elődeiknek, azoknak az erdészeknek, vadászoknak, akik itt ezen a területen dolgoztak. És amikor azon gondolkodtak, hogy hogyan is tudnák az ő emléküket megőrizni, az jutott eszükbe, hogy mi lenne, hogyha egy kápolnát építenének, amelyben az elmúlt időknek az emlékét is felállítja, illetve az elkövetkező nemzedékeknek is biztosítja azt a kapcsolatot, amely az erdészekben megvan, a teremtett világ iránti tiszteletet, szeretetet, és egymás iránt is azt a tiszteletet, amelyet a közösség megad. Egy évvel ezelőtt szenteltük ezt a kápolnát, és amikor fel lett szentelve, itt ez a rét megtelt emberekkel. Vas megye különböző részeiről összejöttek, hogy ezt a kápolnát felszenteljük, egy közösséget alkossunk, és amikor kiszabadul az ember a világ forgatagából, akkor jó megállni egy természetes helyen, és épp ezért nem csak vadászok, nem csak erdészek, hanem a város zajától elmenekülő emberek is szívesen jönnek ide. Annak idején a templomokat mindig olyan helyre építették, ahol a földnek pozitív a kisugárzása. Az emberek, amikor egy-egy kápolnának, templomnak a helyszínét kiválasztják, mindig úgy választanak, hogy egyfajta belső megérzés, belső ösztönre hivatkozva. A legtöbb kápolna, templom egy-egy forrás, egy-egy patak partján épül. Itt Hidegkúton is van egy forrás. Itt a kápolna az Isten és az ember kapcsolatának az egyik szimbóluma, jelképe. A forrás pedig az embernek a belső vágyának, hogy szeretnénk visszatérni a Teremtő Istenhez, a természethez, hiszen a természet a Jóisten ajándéka. És az ember, amikor ide eljön, akkor megnyugszik, és egyfajta boldogság tölti el. Nyugalom, harmónia és boldogság. Használják most már a területet egyéb dologra is. Nevezetesen, amikor a trófeákat ki szokták állítani. A vadászok tiszteletben tartják az erdőt, a természetet, és azt az állatot is, amelyet kilőnek. Amikor kilövik az állatokat, talán nekik is ez egy picit fáj. De mégis meg kell tenniük, mert ez az élet rendje, ez a Jóisten által alkotott természet rendje. És amikor a vadakat egymás mellé sorba állítják, akkor hálát adnak a Jóistennek azért, amit kaptunk, ezekért az állatokért. És a háladásnak része az, hogy megállnak imádkozni. Én hiszem azt, hogy a Jóisten meghallgatja a háladásukat, és megáldja őket, a munkájukat. Ezt most külön szeretném megköszönni, hogy a plébános úr elmagyarázta, és nagyon sokan meg fogják érteni, hogy mi is a vadászat lényege, és nem fogják gyilkosoknak tartani őket. Sok felé jártunk már az országba, és még nagyon sok felé fogunk járni, hiszen 22 állami erdészet van. Most például pontosan hol vagyunk? Most Máfa községhatárban vagyunk. A Mecsek északi oldalában fekvő kis településről van szó,
És hogyha ilyen fekvésről beszélgetünk, akkor érdekességképpen tudom mondani, hogy itt mindig néhány fokkal hidegebb van, mint a hegység déli oldalán. Nem tudjuk letagadni, hogy egy egészen különleges épület van itt. Igen, ez a kis templom az Árpád-korban épült, a 12. század folyamán. Aztán az idő folyamán többször átépült ez a kis templom. Hogyha ránézünk, akkor aszimmetrikus a kép, tehát teljesen világosan látszik, hogy az eredeti román stílusú épületet többször átépítették. A végleges formáját valamikor a 18. század elején kapta, és a 20. század elején pedig restaurálták ezt a templomot. Kik építették ezt? Ezek szerint helybeliek, ugye? Levéltári adatok és a leírások alapján úgy tűnik, hogy helyi mesteremberek építették. Hogyha ránézünk a falakra, akkor látjuk is, hogy annyira nem zsinór mérték szerint épült. Ugyanakkor meg helyenként nagyon míves faragott köveket látunk. Gondolom ezek az építmények itt körbe, ezek a védelmet szolgálják. Hajdanában, amikor ezek a templomok épültek, akkor nyilván nem hadászati jelentőségű, de védelmi vonalakat is képezett kisebb betörések ellen, de egyébként meg a szakrális helynek a körbekerítését is jelenti a templomkertnek a kijelölése a templomfallal. Minden épülethez, minden templomhoz szeretnek az emberek legendákat fűzni. Milyen legenda fűződik ehhez az épülethez? Árpád-korban nyilván virágzó településnek kellett lennie, hogyha templomot tudott építeni. Aztán a török korban ez a település teljesen elpusztult, és a legenda szerint olyan szinten elfeledte a környék népessége ezt a helyet, környéket benőtt az erdő, sűrű bozót keletkezett, és nem is tudták, hogy itt templom van a közelben, tehát a feledés homályába merült. Mindaddig, míg újra beszivárgott a népesség, és a faluból elkódorgott egy bika legelés közben, és arra figyeltek fel a falubeliek, hogy megkandul egy harang. Állítólag ez a bika betévedt ide a sűrűbe, és a szarvával beleakadt a harangkötélbe, és így lehettek rá a falubeliek ismét a templomra.